A Szentlélek kiáradásának ünnepéről van szó, amikor a tanítványok együtt voltak, és igazán szélzúgás kísérletében a Szentlélek a harmadik isteni személy az, aki betölti őket, és lángnyelvek jelennek meg, és töltik be őket. Érdekes módon a történethez hozzátarték, hogy a szűzanya is ott van, együtt imádkoznak. A Szentlélek ünnepe, a kiáradásnak ünnepe számomra hasonlít Pinokkió történetéhez, aki fabábú volt előtte, és jött a tündér, aki ráütött, és megelevenedik. Hát a Szentlélek is valahogy így van minket, hogy megelevenít minket. A tanítványok addig is lélekben holtak voltak, még nem jelent meg tettékben, szavaikban, a lélek az, aki elindítja őket. Pünköskor ünnepeljük ugye az egyház születés napját, aki elindul, aki elkezd tanítani minket, ahol maga a tanítás az ige megjelenik, innentől datálódik. Pünkösd mindenképp a lélek öröméről szól, elevénytől lélek, és valóban kérdésünk magunkkal, hitünkkel, reményünkkel, szeretetünkkel mit kezdünk. Sokszor elmondják, hogy Magyarország az egy keresztény ország, Magyarországnak 70%-a meg van keresztelve, de hányan járnak templomban? Elindulni a hit útján, fölismerni mindazt az igazságot, amit Jézus tanít, és ezt magunkra venni. Kérdés volt éppen, hogy mennyiben van különbség az események között. Hát a tanítványokban ott volt a félelem, az aggodalom, és a lélek az, aki elindítja őket, és kinyitják az ajtót, kinyitják ablakot, és elindulnak a világban tanúságot tenni az élő Krisztusról. Hát én mit is kívánhatnék a győstre, hogy az elevenítő lélek ott legyen bennünk, és ez kisugározik a világ számára, mert egy nagy kincs.